Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és jöhet az újabb karanténvlog. Itt lesz a kiütött püffet Nagy Ervin. Én azt éreztem, hogy kell nekem egy újabb kihívás az életemben. Aztán Dobrev elmondja nekünk a nagy tutit. Vannak perc politikusok. A perc politikusok azok mindig a másikkal foglalkoznak. És a vele összevesző Donátot is meghallgatjuk, hiszen a régi két kommunista család most egymásnak esett a demokrácia jegyében. Menjünk akkor teljesen vissza a kezdetekhez, mint a Momentum kezdeteihez nem szeretnék a magyar politikai kezdetekhez visszamenni. Végül, hogy felüdüljünk, Gomjá Tími segít nekünk. Hogy lehet itt a százalékokon vitatkozni, az MSZP még mindig parlamenti frakcióval rendelkező párt. Tartsatok most is velünk! Hát gyerekek, nem csak Nyuszi és Maci találkozott, hanem bizony Nagy Ervinke és Árpa Attila is. Bár nem szeretném az RTL Klub gusztustalan műsorait promotálni, de azért azt érdekes volt látni, hogy Nagy Ervin nagy pofával nekiállt boxolni, fél évig készült, nagy volt az arc, majd utána jó nagy volt a pofára esés is, mert valami 1-2 perc alatt kiütötték. Nekem ezek a tiszta férfi küzdelmek, ezek mindig is szimpatikusak voltak. Ebben van valami állatias. Én nem vagyok egy majd és fiú. Nem szeretem a félelmet, valójában idegessé tesz. Testre megy Árpa Attila. Pontosabb Árpa. Jó, de pontosan eltalálta, most meg is fogyott. Még egyszer belenézett, sokszor szabad a feje. Ervin, vége van, van, vége van, vége van, vége van, megrogyott. Mi lesz most, törölközőben van? Most gondolom megy a sebnyalogatás, de mit csinál az az ember ilyenkor, aki mindenhez is ért? Hát természetesen Noár barátunk már meg is védte. Másrészt pedig az lesz a legjobb, amikor majd megtudjuk, hogy miért történt meg ez a fiaskó. Szerintem egyértelmű, tudjátok, ki volt a hibás. Orbán Viktor, az a fasiszta. Na de nem baj, majd összeszedi magát és tovább folytatja. Ennél hülyébb már úgyse lesz. Hát majd nem tudom, hogy dolgozom fel, ez az életem nagy feladata lesz, de majd megpróbálom. Lehet, hogy nem kesztyűztem eleget. Mi pedig féljünk tovább, mert hogy Dobrev megmutatja nektek, hogy mitől kell félni. Talán itt a telembe ülők már fejből el tudják mondani, hogy mi minden bűnt követett el az Orbán kormány a klímavédelem vagy a környezetünk ellen. Anyakus! Gyakorlatilag nincsen egyetlen egy olyan intézkedés se, egyetlen egy olyan lépésük se, ami a magyar emberek vagy a mi gyerekeink és unokáink jólétét szolgálta volna. Dagat vénbánya! És persze sok mindennel van ez így. Perc emberkék, perc kormány a kormányoz. Adja a sors, hogy ne nekem legyen igazam. Látva az ország állapotát, azt gondolom, hogy ez a kormány jó eséllyel, jelentős fordulat nélkül nem fogja kitölteni a következő ciklust. Ezt látjuk az egészségügyben, ahol szintén nem érdekli őt, hogy meggyógyulnak-e a magyar emberek, az oktatásban, ahol nem érdekli őket, hogy mit tanulnak a magyar gyerekek, a szociálpolitikában, ahol nem érdekli, hogy hogyan élnek azok, akiknek segítségre lenne szüksége. Gázáremelés, villanyáremelés, jövedelemadó emelés, áfa emelés, járulékemelés és új adó. Miért pont a klímaváltozás vagy a környezetvédelem érdekelné őket? Csak az érdekli, ahonnan egy kis pénzt még el tud rakni. Hú, hát ez mondjuk önjellemzésnek tökéletes lett volna. Na de hát ilyen szerencsénk nincsen. Aki kommunista, az nem fog kibújni a vörös köntösből. Főleg nem Gyurcsányék, Dobrevék. De ha belegondolunk, azok beszélnek szociáldemokráciáról, akik jó nagy vörös kommunisták, a Tanácsköztársaság és Rákosi legnagyobb haverjai voltak, azok beszélnek szabadságról, demokráciáról, akik folyamatosan elnyomták azt. És amikor volt lehetőségük a 2000-es években, akkor visszahoztak egy kis nyalatnyit abból a gusztustalan kommunizmusból, a szemkilövetéssel, a terrorral, a haza eladásával, elkútyavetyélésével. És ezek az emberek pampognak most, hogy majd a nép biztos rájuk fog szavazni, a nép, mert ők mindig szeretnek erről beszélni. Természetesen. És Donát Annácskával is összeveszett a Dobrev klán, de hogyha belegondolunk, és ezt Botondal megbeszéltük a kocsmai igazságokban, nagyon érdekes visszagondolni arra, hogy két régi kommunista családról van szó. A Donát Ferenc, ugye, a nagypapa, Donát Annáé, és apró Antal, Dobrev Klára nagyapja. Hát ezek szép gyerekek voltak, ugye? És természetesen nem ez alapján ítéljük meg az unokáikat. Na de aki ezt szívta magába, és tulajdonképpen csak a szavak változnak, de ugyanaz marad a stílus, attól mit várjunk? És természetesen, mit mondott? Mit mondott a jó Dobrev? Hogy 2026-ra 51%-on fog állni a DK. Na ne bassz! Hát hogyne? Azok az emberek is rátok fognak szavazni, akiknek kilőttétek a szemét. Hát ennél világosabb nincsen.
annyira hülyének nézitek a magyarokat, hogy tényleg azt hiszitek, hogy az, akinek Feri kilövette a szemét, majd odaáll, és hatalmas csápolással azt mondja, hogy igen, szerintem most már Feri megváltozott, és a felesége, hát az egy angyal. Átjátszod a földet az ördög fiának? Fájdalmat hozok. És iszonyatot. Na persze, Billy belóg a kéz. Na de hallgassuk meg a másik felet is. Mert amellett, hogy itt hallottunk mindent, mert a klíma meg minden, hát ezt nyilvánvalóan a baloldal tudja, meg a szociáldemokraták, akikhez semmi köze nincsen apróéknak, Dobrevéknek, bocsánat, a klán nevét mondtam, na de Donát Anna is beleszálltám ebbe a csapatba. És nagyon érdekes lesz, hogy mivel fog nekünk előjönni. Hát hallgassuk meg őt is. Azért jöttünk létre, hogy egy új politikai generációval teljesen megváltoztassuk azt a fajta politikai kultúrát, ami Magyarországon van, hiszen az elmúlt 30 évben megszokottak, okozták a kétharmadot, nem csak az elmúlt 13 évben, hanem 2010-ben is. A foga sárga volt, és tűhegyes, madora kész förtelem. Aki csak tehette, nagy ívben kerülte. Mohó volt, s könyörtelen. Na fene! Újraindult a bohóc vonat. Természetesen most azt kell elhinnünk, ugye, hogy amit eddig mondtatok, az valahogy csak úgy félrement, hogy ez a színes, szagos összefogás, ez a baloldali mix, ez tulajdonképpen mégsem volt jó. Pedig akkor azt mondtátok, hogy milyen szépen kiegészítitek egymást. Most pedig megint totálisan hülyének nézitek ti is az embereket, és azt mondjátok, hogy ja, hát az csak úgy volt, most megint más tanulta, most higgyétek el azt, amit éppen most röcsögünk nektek. Folytatódik ez a szép dolog ám. 18 után jött az elvárás, hogy össze kell állnunk bármi áron, és a Momentum akkor úgy döntött, hogy nem lehet egyszerre ellenzéket és kormányt is váltani, kormányt kell először váltanunk, és utána majd megoldjuk ezeket a problémákat, de a lehető legsúlyosabb, hogy kormányt kell váltanunk. Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. Nekem azokkal van dolgom, akik nem mennek el szavazni. Ha nem hozunk be 1,5 millió plusz választót ebbe a játékba, nem lesz kormányváltás, mert sem én, sem Gyurcsány Ferenc, de a demokratikus koalíció sem fog kormányt váltani. Azok az emberek fognak kormányt váltani, akik nem mennek el jelenleg szavazni. De a hiúság kifejezetten a kedvencem a bűnök közül. Nekem nem a DK szavazóival és a demokratikus koalícióval van dolgom, hanem azokkal az emberekkel, akik teljesen ki vannak kábrándulva, viszont az életük megy arra rá, hogy nem váltunk kormányt. Édesapád fasza assült el, azért csinálhatod a hülyeséget. Húha, egyre nagyobb a kupi a baloldali játszótéren. Egymás dobálják kakival a résztvevők. De hát Donát Anna megint lépett egy nagyot. Mert most mi más lehet még kitalálni? Ugye eddig kamusztunk össze-vissza az összefogásról, nagyon színes, nagyon szép, na de igazából azt ők nem is akarták. És természetesen most már egy dolog fontos, a kiábrándultak, mert ők azok, akik ugyancsak utálják azt a rohadt Orbán Viktort, tök mindegy hány millió emberről van szó, akit nem is érdekel a politika, vagy lehet, hogy egy picit ide, egy picit oda hajlik, nem, ők mind utálják Orbán Viktort, és mind szeretnek titeket. Na de megint mi változott? Megint nincsenek tervek, mert szépen elismerted azt is, hogy mi volt legutóbb. Összefogtunk, mert le kell váltani Orbán, de tervek, ötletek, víziók, azok nincsenek. És ezt látták az emberek, és jó magasról ejtettetek rájuk, ők meg visszadobták nektek a kaki csomagot. És mi lett ebből? Igen, igaza van az embereknek, hülyének néztük őket, na de majd most? Most megint hülyének nézzük őket, és most meg kitalálunk valami másat, mert hogy meg kell szólítani ezeket az embereket, mert nekik egyértelmű, hogy egy dolog van, az, hogy tudják, hogy az országot tönkre teszik Orbánék, de annyira kiábrándultak, hogy nincsen erejük elkúszni, választani. De ha majd meglátják a szép, okos kis pofikádat, akkor biztos azt fogják mondani, hogy aha, eddig is hazudott, kiábrándult vagyok, na de most biztos, hogy igaza van, most biztos, hogy megváltozott minden. Ezek a kommunisták. És akkor térjünk megint vissza oda, hogy mi történt. Volt az apróklán, voltak Donáték, akik együtt harcoltak Rákosi kegyeiért. Itt vannak az unokák, akik most kioktatnak bennünket demokráciából, bennünket, akiket elnyomtak, megfélemlítettek, megkínoztak. Ezek ők. És most higgyünk nekik, ugye? Lófaszt! 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 Vagy higgyünk inkább Komjáti elvtársnak? Mert egy nagyon vicces jelenetet hagytunk nektek a végére, mert hogy bizony kiderült, hogy Tóth Berci bácsinak, az MSZP pártelnökének van vagy 5 irodája vidéken,
meg itt-ott, amit bérelnek, Komjátiminek meg 4 darab, mert hát erre van szükség, így védjük a népet, együtt szolgálunk velük. Na figyeljétek ezt a remek választ, hogy hogyan vágta ki magát. Mi az oka annak, hogy az MSZP-s képviselők tulajdonképpen, hát azt is lehet mondani, hogy mint Vlagyimir Putyin több helyen vannak egyszerre? Ez érdekes minket Vlagyimir Putyinhoz hasonlítani. Az az egyszerű oka, és egy örömteli oka van. Azt mondja, az MSZP ott van vidéken. Tehát mi nem lemegyünk, nagyon utálom ezt, hogy lemegyünk, nem lemegyünk, hanem mi ott vagyunk, és van hova mennünk. De jó, hogy te ekkora paraszt vagy. Az MSZP-nek több mint 300 helyi szervezete van. Az MSZP-nek vannak helyben aktivistái, vannak szavazói, ezért mi irodákat tartunk fenn. Minden egyes alkalommal, amikor választások vannak, az MSZP a motorja ennek a folyamatnak. Hát ez nem nyert Imre. De igen, ott vagytok apa, ott vagytok vidéken. A Pöcegödrök szélén, vagy mélyén. Mert kb. Ennyi az MSZP. De ott vagytok. És micsoda motor vagytok ti. Hát nem is tudom hány ütemű, de már rég bedöglött. És milyen büszke fejjel mondott kisapám. Óriási vagy. És ne felejtsük, hogy ő is szociáldemokrata. Biztos csak véletlenül van ott a tanácsköztársasági kalapácsos állat a kitűzőjén. Most végre nem a munkát, kenyeret ugyanilyen kalapácsos tanácsköztársasági pólóban volt, mert hát Imre fejlődik. Lófaszt! És közben megtudtuk, hogy az MSZP tulajdonképpen az ország legerősebb pártja. Mert így volt ez mindig korábban is az MSZMP-nél. Hiába voltak kisebbségben, a bolsevikok mindig többségben érezték magukat. Hát Imre, szép szociáldemokrata gyerek vagy te is, mint ahogy a többiek, a Donáték, meg persze a jó Dobrevék. Úgyhogy igazi remek csapatot szedtünk nektek össze, és az erőléti edző nem lesz más, mint Nagy Ervin. Ha az ember elvérzik, vagy ha megverik, vagy ha pofán vágják, azt nem lehet kidumálni. Ez egy olyan műfaj, ami azért tiszta, mert aki veszít, az utána valahogy a nevéhez kapcsolódik, hogy ő egy vesztes. Egyszer, még egyszer belenézett, sokszor szabad a feje! Ervin, vége van, vége van, vége van, vége van, megrogyott! Mi lesz most öröközőben van? Úgyhogy így köszönünk el ma tőletek, nézzetek minket jövő héten is, iratkozzatok fel a csatornára, és rengeteg tartalmunk volt ezen a héten is. Jövő héten talán egy kicsit kevesebb lesz, de azért mindenképpen jöjjetek, nézzétek, iratkozzatok fel. Úgyhogy szép hétvégét, sziasztok!